Somogyinak körülbelül 60 köztéri szobra áll, és rengeteg kis plasztikájas érme látható, és domborműve itt ezen a kiállításon. De talán nem múlhat el úgy egy Somogyiról való ismertetés, hogy a Martinász plasztikája szóba ne jöjjön. Rendkívül nehéz időszakban kezdte ő a köztéri munkásságát, ugye a Rákosi korszakban, a művészeti diktatúra időszakában, és 1953-ban született meg ez az első változat, amit itt is látunk a kiállításon, és köszönet ezúttal is a Magyar Nemzeti Galériának, hogy kölcsönözte a művet. És nagyon érdekes, hogy ezt tulajdonképpen Budapesten szándékozták felállítani a budapesti öntödébe, Pesterzsébeten, de az akkori stupid igazgató azt mondta, hogy ez a szobor neki nem kell. És ez nem pár hónapig tartott, míg eldöntötték, hogy hova kerüljön. Igaz, közben a politikában is történt ez az, de a lényeg, hogy 7 év múlva lett felállítva, 1960-ban Dunaújvárosban. És ugye azóta az eredeti nagy változat ott van. Most ez egy részben művészettörténet, de csak részben inkább politika történet, hogy a szociált akkor miképpen határozták meg, miképpen értékelték, és tulajdonképpen úgy fogalmazhatnánk, hogy ez a szobor egy szociál lezárás, már egy kilépés ebből, hiszen ugyanúgy, mint a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács, ami csak 65-ben készült, óriási viharokat váltott ki. Tehát másképpen gondolták az elvtársak a szocialista realizmus. Somogyi ezt mindig szétfeszítette, rossz is a szó, nem lehet. Noha ránézünk a szoborra, egy kor eszünkbe jut, de az ő művészi eszményei, azok egészen mások voltak, és ennyiben ez a szobor is, hát ezt sokat elemezgették a szakadt ingével és a vékony testalkatával, és a nem igazán optimistán, de mégis az a forróság, szinte érezzük, mégis valamilyen aurát képes volt megmintázni, ami hát egészen egyedi. Ez a szobor tehát egy legenda, és nagyon jól képviseli az ő ember, a valódi ember iránti érdeklődését. A másik, amit kiemelnék, mert kevesebbet lehetett kiállításai látni, ez a korpusza, ami tényleg egy egészen fantasztikus mű. Ugye Somogyi, beszéltünk erről, hogy biblikus ember volt, számára a hit alapvető vezérfonal volt egész életében. És mint kálvinista ember, ugye számára eléggé bonyolult is az, hogy mit és miképpen lehet megjeleníteni a Biblia történeteiből, vagy nevezetesen Jézus Krisztussal összefüggésben. Több korpusz változata is született. A legszomorúbb, hogy van olyan magyar templom, ahol egy hasonló megvalósítottak, de a hívek úgy döntöttek, hogy azt a szobrot nem kérik, és az rég, hát még a 60-as években le is kellett onnan venni. Ugyanakkor ez a szobor itt is, azt gondolom, hogy az emberi felmagasztosulása, az emberi tragédiának valami olyan megragadása, olyan hihetetlenül szuggesztív, az az expresszivitás, az az elmélyültség, és az a újraértelmezés, ugye rendkívül nehéz Krisztust úgy ábrázolni, hogy valami újat is mutasson a művész. Ezt sikerült neki megvalósítani. Ez egy valódi korpusz, ugye nincs mögötte kereszt, és azon túl, hogy hát technikai problémák is adódtak a elhelyezéskor, rendkívül nagy öröm, hogy ez itt van. Köszönet szintén a múzeumnak, amely kölcsönözte. És ez a két pólus, tehát nevezetesen a munkásábrázolás és a hit felmagasztosulása mindenképpen erősíti ennek a kiállításnak az értékeit.